Sziasztok! Megjöttem. És a The Purring Questet hoztam ma magammal. Cuki lesz. És izgalmatos. És ingyenes. Honnan is lehet behúzni? Steamről? Indiegala. Be kell... Indiegala. Hát be kell regisztrálni, vagy ha már van regisztrációt, akkor csak add to library, és akkor le lehet tölteni a játékot. Tehát az ilyen... Egy ilyen nem telepítős játék alapvetően. Így van. Na szóval, és akkor most mire megyek? Hát gameplay. És The Purring Quest. Oh yeah. Szokás szerint ilyenkor vezetékes megoldással fogunk. Graphic fantastic. Quality, jó, fantastic. Az, jó. Azt, okay, display 2 right. Igen. Igen. A play. Oh yeah. De ezért a fejhallgatót ezt lett fel. Felveszem. No para. Micsoda szerelmi történet van, kibontakozóban, három képkocka erején belül. Hát szerintem maradjunk az angolnál. Sierra, Sierra, hellóka, neked is szép estét. Küzdök a könnyeimmel. Na, már most? Igen. Hát, mert csak most indult a játék. Ajaj. Oké. Az egeret azt kihúzom. Azért volt már egy mentett állás, mert én már néztem. Ó, te kis piszok. Milyen nem, aranyos. Mi? Tudod, hogy melyiket? Ezzel kell ugrani, ezzel támadok. Nézd meg, milyen aranyos. Igen. A double jump. Left stick. Aha. Jaj. Thank you.
Oké. Áha! Hát ez szúr! Esle! Köcsög. Áó! Ó! Egy másik cica. Ez jó lesz, én is macskás vagyok. Harry le Chat Noir. A fekete macska. A fehér nyakkendőjével. Én vagyok Henry, a fekete macska, a nagy macska filozófus. A legnagyobb szörös gondolkodója jelen időnknek. Nincsen interneted? De van. Még a vak is látja, hogy el vagy veszve. Mit keresel? A gazdádat? Mégis mi vagy te, egy kutya? Macska vagy. Sosem hagyjuk, hogy megsimogassanak önszántunkból. Nem nyújtjuk oda a pocakunkat, mint egy trófeát. És sosem megyünk oda az emberhez. Hogyha ők is jöhetnek mi hozzánk. Soha. Micsoda macskaszerű teremtmény vagy te. Ah, szóval az embered elveszett, és ezer kutatsz utána. Sok különböző macskát is ismerek. Mi az a pester? Mit jelent ez a pester? Hogy ők mind tudják, hogy különböző módokon kell bánni velem? Hogyha elborgassanak. Akárhogy is, ha szeretnéd folytatni az utadat a temetőn keresztül, akkor jobb lesz, ha találsz valakit, aki segít neked a keresésedben. Ej! 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 Na hát, ez a játék roppant jó lesz. Voltam felkészülve. Mire jók ezek a szellemhalacskák, amiket gyűjtögetek? Ezek ilyen pontok? Hát gondolom, hogy a pályavégén neki mennyi gyűjtöttél. You can climb the creeper standing below them, keep. Mi történik, ha elengedem? Semmi. Marr. Hallottam valamit marragni. Mentéspont. Like bűzögő, hadcsontvás szógyűjtögetésre. Kíváncsian várom az első boszt. Ajaj. Ne. Áó! Ah!
Oha, átvertem a kutyát. Oh, ne, meghaltam. Ó, oh, és felszálltam a mennybe. Come, continue, of course. Yes. Megjött az első boss. Áó! 7 életünk van, csak durva. A kaparófa az igen mentés. Úristen! Himecica is így szokott nekem pofázni. Áó! Oké, ezt így is ki lehetett kerülni. Oda miért nem tudok felugrani? A 30 gyermeked hiányol téged. Nagyon bénán ugrok. Biztos, hogy fel lehet oda menni. Vajon jobban fog menni akkor, hogyha... Ó, és tényleg jobban megy. Két terre nincsen semmi. Mi volt az? Mivel bújjak el? Nem tudom, mivel bújjak el. Itt el tudok bújni? Nem tudok elbújni. Oh.
Ó, ennyi történik, hogy megugat. Áó, a sejhajom. Áó. Nagyon szép a grafika. Ne! Gondolom csak a csillogó sírkő az elbúvó hely. Igen. Arr. Helyes. Ahoj, Valiant Har. Vegyes hidratálás. Ugrani tényleg jobban lehet ezével. Mi volt az? W to hide. W to hide. W a hajdoláshoz. És az S-sel jövök elő. Majd. És hosszan kell megnyomni. Mentés! Ez az. Hopp. A fos. Azt nem tudom, hogy harcolok vele. Hogy harcoljak vele? Madár, csak simán edd meg! Azt akarom én is, azt akarom tenni.
Ha, meg akarom enni, de nem teszi. De mit csinál? Ne csinálj ezt velem! Igazából csak el kell majd kerülnöm. Pedig milyen jó lenne megenni azt a dögöt. Azt a csúnya madarat. Oké. Megjött. Köcsög madár. Áú! Bánt engem a madár! Áú! Csúnya rossz madár. Áú, mekkora a hitboxod van, te geci! Előle. Robert, nem vagy segítség, nem vagy probléma megoldó. Biztos, hogy fogsz. Áó, és egyből úgy indul bazd meg, hogy belém harap. Csak a szemét. Támadni. De nem tudom támadni.
Nem tudom. Csak középen van. De nem tudom támadni, amikor középen van sem. Aha. Kész. Ez az, hol jönnek a tollai? Így. Hát nem biztos, hogy erre magamtól rájöttem volna, hogy hogy a köcsög madárnak így kell tépkedni a tollát, amikor középen van. Hallom már, hogy verdes. Én csak egy cica vagyok, aki ül. Mocskos szemét. Igen. Nagyon jó. Oké. Azért az ugrálással komoly gondok vannak? Nem feltétlen. Nem feltétlen. Volt egy ketrec, és ezt nem találtam meg. Nem szabadítottál ki egy cicát. De hát azt vagy kellett volna. Amúgy tudom, hogy hol van a cica. Legalábbis azt hiszem, hogy tudom. Igen. Most előről indult? Igen. Mm-hmm.
Köszönöm, Kimchi. Ó, oh, az a gonosz macska nem vette el tőle a lila... mi ez? Hámiát, mert nagyon, számára nagyon fontos, valakitől kapta. Most már figyelmeztetnem kell Skyt és a 8 testvéremet. Valaki bezárt engem ide, de nem tudom, hogy ki és miért. Igen, az ugrálással bajok vannak persze. De ugye azt tegyük hozzá, hogy én kontrollerrel ugrálok. Kíváncsi vagyok, hogy mi az ott. Ebből lepettyent. Nem tudni ki a leselkedő. Kimchi, koreaiak mindenhol. Csúcsú. Három életünk maradt Kimchivel. Most akkor megint meg kell küzdeni vele? Áó. De miért? Ez a madár egy köcsög. Ó! Áó!
Mindjárt rám jön a récs. Caca! Áó, erre nem számítottam. De jó! Most nagyon jók voltunk. Puff! Na! Addig nem haladhatsz tovább, amíg meg nem csinálod a kis feladatodat. Tök durva. Vagy de, amúgy haladhatsz tovább. Gothic level, Gothic quarter, a város, és a felhőkarcolók. Aha, itt mi volt? Fú, egy csomó kis tárgyat kell gyűjteni. Nem rámestek azok a cserepek. Ó, de édes! Ó, tudja húzni! És tolni is tudja. Jaj, beszarok, nagyon édes. Rám is eshetett volna, haló. De aranyos volt. Meg hogy visszakozott az ele, hogy le ne zúgjon. Kis cuki. Jézusom! Elkapott a csivava. Azt a mocskos mindenit. Hello? Áó! Az almát nem szeretjük. El
eltűnt az alma. Azt hittem, a csivavát le lehet pofozni amúgy. Au. Oké. Let me in, cause I need to go out. Hogy mi? A csibabák, ők nagyon kis gecik. Most már értem. Értem, hogy ez így fog működni. Hello. Érted? Fú, rengetegszer megrázott az áram. De miért? Amikor csak be akartam bújni a bokorba. Arra viszont szükség lesz. Meddig lehet vajon ezt tolni? Hmm.
Hello. Te ki vagy? Oszkár a vak macska. Igen, Oszkár vagyok, és igen, vak. Legalábbis nekem ezt mondták. De nem vagyok biztos benne, hogy tudom, ez mit jelent. Ne érezz szánalmat felé irányomban, amiatt, hogy ilyen szegényes a látásom. Nincs olyan szükségem rájuk ahhoz, hogy lássak. Még a vak is látja, hogy el vagy veszve. Miután kutatsz? A dolgokat nem attól találjuk meg, hogy látjuk-e őket, fiatal barátom. A szemeid igazából elterelik a figyelmedet a sokkal fontosabb dolgokról. Az agy. The mind. Vagyis hát az elme. Amit az elme elfeled, az a szívünkben marad. Vannak helyek, amik örökre hozzáfonódnak az emberek szívéhez, mert valamikor ott boldogok voltak. Az embered valami olyasmi után kutat, amit elvesztett, amit már nem talál. De egy olyan helyen fogja keresni, ahol egyszer ez megvolt. Most csak az érzéseit követi, és te vagy az egyetlen, aki visszaadhatja neki az emlékeit, mivel nálad vannak az emlékei. A Gothic Quarterben megtalálod a kápolnát, talán ott majd megtalálod őt, és hazamehettek. Mhm. Jézusom! Ezt érted a fe... Ki az a geci? Amúgy régen volt egy ilyen játék, az volt a neve Paperboy. Az is ugyanilyen volt az újságos fiús játék, is ilyen volt. De azért tök cuki. Nézzétek meg. Hopp, kicseleztük Chihuahuát. Ne sem. Igen, itt van Oszkár. Aj! Elfelejtettem, hogy ott van. Aha, ne karmottalaníts. Igen, igazából a cicáknak semmi értelme az, hogy... Nem szolgál érdeküket az, hogy a karmukat levágjuk. Legalább most mind a kettőt sikerült betriggerelni. Kíváncsi lennék, hogy hol van. Hol van az a cica, amit nem találtunk meg? Luna. Eddig még nem tűnt úgy, mintha...
Én nem akarok végigmenni ott. Ezek a békák, ezek nem barátságosak. Tutira nem. És tényleg nem azok. Oké. Okay. Beware of the cat, enter at your own risk. Nektek tűnt úgy bármit valahol, hogy itt lenne cica? Amúgy. Lehet nem egy macskalandos platformától vál az ember ennyire mély filozófiai fejtegetés, de tetszik. Igen, nekem is tetszik amúgy. Érdekes. Hát rögtön ahogy elkezdődött, hát ez nagyon durva volt. Az ott szúrós páfrány. Megvagy, Daisy. Daisy egy félig vakcica. Köszönöm, hogy megmentettél. Vissza kell térnem és elmondanom a barátaimnak Milo menedékén. Nem tudom, hogy ki kapott el, de olyan szaga volt, mint a macska mentának. Anyukám Michelle azt mondja, hogy nekem van a legszebb nyávogásom a világon. De tényleg ki lehetett az, aki így elfogta őt? Hoppá! Mondanám, hogy egyre jobban megy az ugrálás. Ó, de nagyon közel repült a pillangó. Fall damage! Azaz, igen! De még amúgy jó. Az a leselkedős minden helyszínen ott tartózkodik. Igen, amúgy én is észrevettem, hogy ott volt az előző helyszínen is a pokorba, meg most is itt van ez a zöld szemű. Ó, a prehisztorik is ilyen ugrálós volt! Nesze.
Have you seen her? Probably not, cause you would be dead. Ó, oh, de jó. Na jó, egy macsak sérül, ha leesik. Valaki nem nézett utána a dolgoknak. Hát van az a helyszín, ahonnan tud leesni úgy, hogy sérüljön egy cica is. Például, hogyha a 7. emeletről dobott ki, és nos, hát ugye úgy dobott ki, hogy az egy vakond. És mondjuk úgy dobott ki, hogy áll. Hogy először felfele dobod. Ugye akkor csavarodik egyet a cica. Régen volt mentés. És pont itt van a mentés. Igen. Tajzével kell dobálni őt, Robert. A kavicsot kell rádobni, baszki. Ó, oh, de szúr ez a szar! Nagyon szúr. Kavicsot kell rádobni a fejére, rájöttem.
Aha. Aha. Igen. És ilyenkor mi van? Igen. Igen. Ez ennyi volt? És minden meg lett. Ez fantasztikus. Elsőre, másodjára, Gigi. De azért nagyon szépen köszönöm. De igen, elsőre meg lett minden, az legalább igaz. Tényleg elég gotik. King Magnus of Denmark. Oh, erre nem voltam felkészülve, hogy ez ott nem. És milyen jó pufkés zenéje van ezeknek a területeknek. Kis Pitti, hogy sétál? Milyen aranyos. Ne, észrevett. Éberebb, mint a Chihuahua. Lehet, hogy erősödtem. Vagy lehet, hogy nem. If you don't talk to your cat about catnip, someone else will. Jön a Piti, vagy a Boldog.
Egyszer tényleg jó pofák ezek a hangok. Áh! Ez mi volt? Ez nem ér. Itt a filozófus macska. Senki nem akar hallani az undoromról. Egy mély, üres, egzisztenciális válságban tengődök. És arra vagyok kárhoztatva, hogy egyedül éljek ezzel a kínnal. Alakot adtam az eszenciális válságomnak, és a passion az a szenvedély nélküli életemnek, az összes többi macskával együtt a könyvemben, akiknek a végül is az authorship, az a szerzői jogát ellopta. Ha a szerzői jogát ellopta egy tolvaj rendező. Látom, hogy még mindig keresel. Sokat álmodtam. De egyik sem vált valóra a sikertelen próbálkozásaim miatt, amit a menekülésre tettem. Az egyetlen lépés, ami megmaradt, az az, hogy beismerjük az igazságot. Néha úgy érzem, hogy semminek nincsen értelme. A napok nem múlnak. Kierkegaard azt mondta, lehetséges megszüntetni a szorongást. Mert ez vagyunk mi. Ha küzdünk ellene, az csak nagyobb szintű kétségbeesést szül. Fú! Mentés! Áú! És egyből érted, egyből a fejemre esik az a szal. Leszarnak a madarak, és attól is sérülök. Ilyen van. Ki volt, aki ezt kitalálta? De hát attól nem vesztesz az életedből, ha leszel egy madár. Honnan tudod? Láttad már a HP bárat? Nem szívem, nem láttam a HP páromat. Mi az a kis bejáratot? Valami alá. Mindjárt jönnek a madarak.
Schrödinger. Ó, ne. Cooper a fényképész macskája. Te szentséges egérfény! Meg akarod ismerni a művészt? Nagyon jó érzés veled találkozni, Coopernek hívnak. Én vagyok a híres fényképész. Talán ismersz engem a híres filmjeimről is. Egy halálisten el tudja intézni, mindössze a hátralévő csík felébe kerül. Most elmegyek. Éppen fejlődésben vagyok. Éppen befejezem a fejlesztésemet, és azt akarom, hogy tökéletes legyen. Ó, igen, láttam őt. Nem tudom elfelejteni. Az a nézés a szemében, az a bámulás. Az a távoli tekintet, megbabonázott. Láttam, hogy milyen üres volt a lelke. Valamiután kutatott. Az emlék nagyon törékeny. Megtörik az évek a szomorúság és a búcsú által. Amikor az emlékek megfakulnak, már csak a képek maradnak. Úgy, mint a kis üvegszilánkok a padlón. Mint a pillanatok, amik teli vannak feledéssel. Készítettem róla egy képet. Szerettem volna ezt a pillanatot megőrizni az időben. Ő is készített vele egy képet, mondd meg neki, ha találkozol vele, hogy tartozik nekem egy tonhal konzervvel. Ki ez az ő? Azért vártam a Tannheiser kaput. Úgy tűnik, hogy nem ismer engem. Kicsit degradáló volt egy ilyen híres macskának, mint én. Nemrég történt, hogy amikor a képről beszélgettünk, azt mondta, úristen, sietnem kell, vagy ha kijön a munkából, akkor nem lesz ott a különleges helyünkön. Azt hiszem, a város felé ment, bár egy kicsit dezorientáltnak tűnt. Egészségedre. Tehetek még mást is, érted? Természetesen semmi probléma. Tudom, hogy honnan szerezzek még egyet. Aha, minden macskának kell, hogy legyen egy ilyenje, személyes használatra. Ahol doboz van, ott boldogság van. Sok szerencsét a kutatásodban. Ha már ott van gazdi. Aha, hogyha itt simogatod a cicát, az awesome. Hogyha a lábikóját simogatod, az nem merd a pocakját simogatni, a hátsó lábiját se. Hogyha a segédfarkincáját, akkor az is instant rage. A hátukat szeretik még. Ó, ne! Véletlen megnyomtam. Milyen jó jött volna ez, most amikor jönnek a madarak, hogy ne szarjon le a madár.
checkpoint. Dollár. Az a neve a cicának. Tollas patkányok, azok bizony. Ezek ilyen elveszett cicák? Vagy a készítők cicái? Tollas patkány. Ott van valami. Hoppá. Fantasztikus. During the video game, you will see lots of posters of cats. Some such Boo-Boo, Miro Arty, or Magnus Arty as cousins and fiancé, respectively, Dollar, Herman, and Tormenta wander appearance thanks to a contest. Oh! Kíváncsi vagyok, hogy ezt a valamit le tudjuk onnan szedni. Leszakadt alattam az a szar! Még macskának is kövér vagyok. Hát ez, valljuk be, azért ez jó pofa volt. Ez a macs nem a talpára esett. Ott a tollas patkány. Azt ott meg lehet szerezni?
milyen aranyosan erőlködik vele, hogy tolja. Az a baj, hogy tökre magával ragadnak ezek a macskás dolgok, és elfelejtem, hogy rám eshetnek bizonyos dolgok. Az anyád úristenét. Na, gyerünk, még egyszer, sikerülni fog. Húha! Aha. Kókuszállás van, kókuszállás van. Milyen azokat a fészkeket le lehet-e vadászni. Oké. Okay. Ho! Ó, Angel is milyen szép cica. Szőnyegbombázás, az volt bizony. Hallom a cica hangot. Hmm.
Sheldon! Szia! Szia, cica! Vagy volt? Szia, cica! Jaj, van plüss állata! Ó, köszönöm! Azt hittem, hogy lemaradok az akupunktúrás kezelésemről. Láttam őt, nőnemben, még mielőtt minden elsötétedett volna, egy gonosz macska volt. Nem, valami betegsége van. Aha, aha. Misty, anyukám Misty törődik velem. Biztos nem tud rendesen mozogni, cica. Jaj, ne! Mentés. Ne, ilyen nincsen. Érted, felmászok nagy nehezen. Nagy nehezen felmászok, aztán ez van, ne. Igen. Ow. Arcomba szart. És nem igaz, hogy máskor nem történik ez.
De miért? Mivel küzdök a Q-val? De nyomtam azt a kurva Q betűt. Megvagy. Kihagytam párat, igen. Tisztában vagyok vele. És akkor jön a Chihuahua, érted? Jön a Chihuahua. Au. Egy autó. Hopp. No probléma. Hogy találunk ilyen csodás játékokra? Fantasztikus amúgy ez a játék. Nagyon jó, előhozza belőlem a rejtett vadállatot. Láttad ezt a macskát? Csak azért, mert nagyon király. De jó. Gratulálok a készítőnek.
hogy ez nem úgy megy. Csak úgy fogod magadat, és akkor azért... Erre nem volt semmi. Amúgy, hogy találtunk erre a játékra? Az nagyon jó kérdés. Oh! Köcsök kis csivava. Nem tudom, hogy találtunk erre a játékra, talán láttam valahol, hogy ingyenes. Valahol olvastam róla, és megláttam, és azt mondtam, hogy wow, milyen kis cuki, és milyen jó lesz ezzel játszani. Aztán erre igazából nem is annyira cuki, és nem is annyira könnyű vele játszani. Szerintem kibaszott menő amúgy. Ez azért emlékeztet a 8-bites játékok hőskorára. Várjál csak. Engem is, hogy azt kell, hogy mondjam, engem is emlékeztet, hogy megmondjam őszintén. Rakok be nektek egy kis zenét, és beváltanék egy taktikai szünetet, jó? Mielőtt még bármi olyat mondok, amúgy jó játék. Nagyon jó játék, viccen kívül, komolyan mondom, nagyon, nagyon jó. Hát szokásos a platformára. Szerintem halljátok, hogy mennyire jó a Space Gomnak is ez a játék. Nagyon, nagyon jó.